Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Hát igen, végre elindult az E3 2018, már vártam, hogy őszinte legyek, és azon belül is kettő játék van, ami felé igazán érdeklődöm, hogy őszinte legyek. Az egyik az itt látható Battlefield 1, és a következő az Anthem lesz, de arról is fogunk csinálni egy külön videót. Most beszélgessünk erről a nagy büdös elefántról, amit Battlefield 5-nek hívnak. Ugye azt mondtam egy fél perccel ezelőtt, hogy Battlefield 1, ugye? Igen. Na, Battlefield 5, és mondtam, na. De beszélgessünk erről a büdös nagy elefántról, amit úgy hívok, hogy Battlefield 5, és a csalódásról, vagy éppen a nem csalódásról, ugyebár, mire gondolok itt? Láttuk az első, legeslegelső trélert Battlefield 5-ről, és hát nem estünk hasra. Én, mint veterán játékos, reménykedtem, hogy bemutatnak valamiféle mélységet ebbe a játékba, és nem azt fogják mutatni, hogy milyen nagy bim-bum robbanás, levegőben ellőtt gránátok, amik felrobbannak az éppen arra járó repülőre, és az meg lezuhan, és meg tudunk háttal lőni, meg műkarok, meg minden lófasz, ami lehetséges lehet, szóval nem voltam lenyűgözve, tetszett a trailer koncepciója, félreértés ne essen, nagyon izgalmasnak tűnt minden benne, de nem teljesen ezt vártam, és annó mondtam, kifejeztem volt egy régebbi Battlefield egy videómban, hogy a Battlefieldnek ez lesz az utolsó nagy esélye, hogy őszinte legyek, hogy ne, még véletlenül se induljon el a Call of Duty lejtőjén. No de, végre láthattunk gameplayt, és egy kicsit mélyebben belenézhettünk a játék mélységébe, úgyhogy ezt, erről szeretnék beszélni veletek, ezt szeretném megosztani, hogy én hirtelenjében mit láttam a gameplayek során, mire figyeltem föl, mi tűnt érdekesnek. Az IGN interjúkról is fogunk beszélni, amit készítettek ugye a Battlefieldesekkel, illetve a különböző modellekről, amit be akarnak, modell alatt gazdasági modellekre gondolok, amit be akarnak vezetni a Battlefield 5 alatt. De kezdjük a gameplayjel, amit többnyire láthatunk, szóval az egyik nagy durranás az a Grand Operations lenne. Ez egy új dolog lesz a Battlefield életében. Próbálkoztak mindig új gameplayeket behozni a Battlefieldesek, több-kevesebb sikerrel, és semmi nem igazán tudta elnyomni a Conquestet, ugye a Battlefield fő játékát, mert egyszerűen a Conquest egy jó kombináció, egy objektív alapú játéknak és egy Team Deathmatch keveréknek, és akár honnan nézem, az emberek szeretnek egy egyszerűbb célt játszani a játékba, jól kimixelve egy akciódúsággal, amit a Team Deathmatch azért tud biztosítani, és jól nyílve van ütve ugye a Conquest. És ugye például a Battlefield 1-ben próbálkoztak az Operations-szel több-kevesebb sikerrel, jó is, meg nem is az a játék, de azért ott nagyon sokszor futottam bele olyan szerverbe, ahol egy tehát senki nem játszott, és kellett várni 10-20 perceket arra, hogy megteljen egy Operations szerve. Szóval mondhatni, hogy az Operations nem lett túl jó. Na, de viszont itt van nekünk ez a Grand Operation dolog, és amire fel lehetett meg végre figyelni, nem csak egy egyszerű objektívet kell felrobbantani egy rádióállomás, vagy valami. Például itt az új Grand Operations-ben konkrétan mitől lövegeket kell felrobbantani, és maga a játék egy 4 napos folyamatot fog igénybe venni, 4 fiktív napról beszélünk, vagy teljes napra, nem vagyok benne biztos, de a lényeg az, hogy például 4 napon keresztül fog menni egy csata, és ennek a csatának a kimenetele, ez befolyással lesz a karakteredre, és az adott frakciónak csata kimenetelére, illetve térkép elrendezésére. Szóval ez önmagában egy nem egy rossz dolog, és lesz nappal éjszaka váltakozás emiatt a pályákon, és több objektív lesz, amin keresztül kell menni, és ez nem egy, ahogy én észrevettem ezen a gameplayekre, nem egy lineáris útvonalon lesz, mint a Battlefield 1-ben az Operations, hogy konkrétan menj el előre ezen az útvonalon, oldalra nem igazán lehet menni, mert túl kicsi a pálya, szóval meg túl nyitott a pálya, nem? Tehát úgy tűnt nekem a gameplayből, hogy rengeteg opció lesz arra, hogy taktikát alkalmazzál tulajdonképpen, és ez egy nagyon jó dolog, ezt vártam
a következő Battlefield-től. Ez hiányzott a Battlefield Bad Company 2 óta, illetve Battlefield 4 óta. A 3-at nem igazán sorolom ide, az mindegy, de a Battlefield 4 és a Bad Company 2 alkotta stratégiai lehetőségek, nem túl bonyolultak persze, de alkotta stratégiai lehetőségekre úgy nézem, hogy lehetőség adódik itt. Kiderült természetesen, kevés gameplayt láttam én is, és de egyelőre úgy nézik, hogy meg lehet alapozni. Mire gondolok még itt, ami taktikára ad lehetőséget? Teljes rombolhatóság lett, és ez egyszerűen annyira visszahozta azokat a Battlefield Bad Company 2-es gondolatokat és játékélményt, hogy átalakul a pálya, és új fedezékek lesznek emiatt lehetségessé. Át kell teljesen gondolod, hogy hogyan, merre felől közelítesz meg egyes jeleneteket. A tankok tökéletesen át tudnak menni a házakon, lerombolni. És ez tényleg megváltozik a térkép szerkezete, és emiatt megváltozik a gameplay maga is. Ezért szerettem BF4-be, én szerettem a Levolution-t, és különös egy-két pályán, mint például a Seas of Shankar-on, az egy maga, az a torony ledőlte, rengeteget változtatott a pályának azon a részén, plusz a por, ami eloszlott, szóval itt most aztán a házak lerombolhatóak lesznek, szóval tényleg meg tud változni az egész dolog. Apróságok, amik lesznek még Battlefield 4-ben, bárki fel tudja éleszteni a társát, a másikat, bárki lőszer tud adni a másiknak, bárki fedezéket tud építeni magának, természetesen a medic gyorsabban tud éleszteni és teljes életre tud éleszteni. A support gyorsabban tud fedezékeket építeni, és ahogy néztem, a lerombolt házaknak egyes szekcióit újra lehet építeni fedezékként, és nem lehet őrülten mindenhova fedezéket építeni a pályán, csak adott szekciókhoz, ahol megoldva, de ebből nem kevés van a pályán, és ez opciókat, lehetőségeket ad, és taktikákat ad. És amit egy nagyon-nagyon fantasztikumot vettem észre a gameplayekbe, a tankokban, hölgyeim és uraim, nem végtelen lőszer van. Végre. Egy adott számú lőszer van, és ez abból a szempontból jó, hogy végre nem az van, hogy kötelezően legyen nála egy RPG, mint például a BF4-ben a 90%-a csapatnak engineert játszott, mert hogy van tankok, azokat le kell szedni. Nem. A tankok ki fognak fogyni a lőszerből, és egyszerűen ott kell hajt. Ennyi. És nem lesz benne több lőszer, és ez nagyban megváltoztatja a taktikai hozzáállásokat a dolgoknak. A tankkal ezentúl végig kell gondolt, hogy bemész, rásolsz, vagy távolról kiszeded, ott hagyod a tankot, sőt, az opció, hogy mivel hogy nincs sok lőszer a tankodban, az opció azzal, hogy bemész a városba, nem távolról kempelsz egy tankkal, vagy nem fognak távolról kempelni a tankkal, mert tudják, hogy kevés lőszerrel, ezért be fognak menni, full mindent, kiosztják ott az elemet, aztán ott hagyják a tankot, mennek tovább, és ez nagyon jó opció, mert mondjuk, hogyha a csapatodban nincs annyi engineer, aki le tudná szedni azt a tankot, így aztán konkrétan nem lesz akkora hatása, nem tudnak a tankosok végre ilyen őrült készrikekbe menni, rá lesznek kényszerítve arra, hogy kiszálljanak a tankból, és úgy folytassák a csatát, és ez egy játék változtató lesz, egy taktika változtató minden squad számára konkrétan. Apró dolgok, amivel például egy észrevétel, ami megkönnyíti a új játékosoknak például az élményét a játékban, és a veteránok egy kicsit szomorkodni fognak. Például újraélesztésért 200 pont jár, egy killé 150, bitch please. Most mondtam, de például ilyen apróságok lesznek, tehát valószínűleg az objektív, tehát az, hogy a célt játszod, az adott játékban nagyon sok ponttal fog járni, ami jó is, meg nem is, mert kialakulhatnak olyan csaták, mint amik most is vannak a Battlefield 1-ben, hogy így körbe-körbe mennek az emberek, alig van egy-két tűzváltás, mindenki az objektívekre rohangál, mert az adja a legtöbb pontot. Reméljük, nem nagyon fogják eltolni ezekben bizonyos
irányokba. Az például, hogy lehet mozgatni a lövegeket, a légvédelmi ágyukat a tankokra rászerelve, az is nagyban megváltoztatja a játékot, de nem feltétlenül biztos vagyok benne, hogy ennek örülnék, hogyha például repülőkkel kell repülni, akkor nem tudom, hogy ez egy jó ötlet lesz-e, és hogy meddig fognak persze elérni ezek a légvédelmi ágyuk. Egyelőre a multiplayerből úgy láttam, hogy igen távolra fognak elérni ezek a légvédelmi ágyuk. Így megesett megint csak, hogy a repülőzés egy nagy, hogy is mondjam, érvágást fog szenvedni, és sok lesz még erre, megint csak ezt ki fogják javítani, hogy a repülősök is élvezni tudják azokat a bizonyos gameplayeket, mert hogy van egy olyan érzés, hogy itt most a repülőzésnek egy elég nagy szerepe lesz abban, hogy ki tudja támogatni a csapatot, és nem mint Battlefield egyben, hogy a repülők inkább egy légi csatát vívnak, sem mint hogy nagyon ráfókuszálnak arra, hogy a csapatot kisegítsék, és hogyha az anti-erek és a légvédelmi lövegek túl messzire élnek el, túl lesz a hatótávjuk, akkor ez így elég problémás lesz. Lesznek kísérleti fegyverek, ezt az interjúban hallottam, lesznek olyan modellek, amiket eddig nem láthattunk második világháborús játékokban, ami egy jó dolog, egy kicsit különleges szintre emeli esetleg ezt a második világháborús setupot, ami hangulatát illeti a játéknak számomra nem tűnt annyira második világháborúsnak, ami jó dolog, mert valahol hajoz erre a modernebb stílusra, erre a modern háború stílusra, és egy kellemes csalódást fogadott, hogy nem egy Battlefield 1 kopit fogunk látni konkrétan, hanem tényleg egy újszerű, egy inkább egy modern csatára emlékeztető dolgok voltak. A pálya, amit láthatunk, ez a teles pálya, ez Svédországban játszódik, és egy ottani, egy ilyen 4 napos operations, grand operationsnek a folyamata volt, és egyszerűen hát le a kalappal. A hangok elképesztően gyönyörűek voltak, az effektek egy kis boostot kaptak, hát valószínűleg, hogy fog kelleni a gép alá, de mondjuk nem hiszem, hogy gondja lesz mondjuk egy GTX 1060-nak az elfuttatással, legalábbis egy 60 FPS-es elfuttatással, szóval megesett, hogy még nem kell ráújítanod a gépedre, amennyiben mondjuk egy 4. generációs i7-ed van, GTX 1060-ad, esetleg egy 3. generációs i7-ed még az elfuttatja, de van egy olyan érzésem, hogy a 16 giga lenne a legideálisabb memória, de valószínűleg egy 8 giga környékén is elfut, ahogy ismerem a Battlefield-et azért. De srácok, a Battlefield gazdasági modellje, tényleg még arról szerettem volna beszélni egy kicsit, ami hírek keringenek, ugye? Nem lesz lootbox, ami egy fantasztikus hír, nem lesz DLC árak, ami egy fantasztikus hír, ami a single player-t illeti, a war story-k, ami volt a Battlefield 1-ben is visszatérnek, ami azt jelenti, hogy külön ilyen kis történetecskéket fogunk játszani, ez népszerűnek bizonyult, ami lehetőséget ad arra, hogy időnként újabbnál újabb ilyen contentet hozzanak be, tehát újabb egy ilyen war story-t, ilyen háborús történetet hozzanak be, megeshet, hogy ez pénzbe fog kerülni, de nem biztos. Egyelőre, ami az induláskor lesznek, a megvásároltak, azok csak skinek lesznek, hát valami nagyon ütő skineknek kell lenniük ahhoz, hogy az ember, nem tudom, késztetést érezzen arra, hogy pénzt fektessen be ezekbe, hogy a későbbiekben mi lesz még pénzért vásárolható, arról nem mondtak sok hír, de egyet kikötöttek, hogy egyáltalán nem lesznek pay-to-win-ek, szóval konkrétan nem lehet semmi OP-t vásárolni, pénzé vagy fegyvereket, vagy ilyesmit, ezt teljesen ki fogják zárni a dologból. Nekem van egy olyan érzésem, hogy előbb-utóbb lehet majd fegyvereket vásárolni igazi pénzért, de azoknak nagyon nem szabad OP-nak lenniük. Nos, srácok, röviden ennyi, követni fogom majd még a híreket, amik jönnek a Battlefield 5-tel kapcsolatban, és meglátjuk, a bétán én ott leszek mindenképpen, szóval ki lesz próbálva, és egy őszintén vélemény fogtok kapni a játékról. Tudom, hogy sokan most úgy álltok a Battlefieldhez is, hogy meh,
lehet, hogy nem lesz az igazi, nem hiszem, biztos, hogy meg akarom venni, ezért is. Ez egy olyan játék, amit én szeretek, de én is szeretném, hogy jó legyen, mert ha nem, akkor igazából nem éri meg vele játszani, nem éri meg a pénzét, úgyhogy meglátjuk. Minden esetre, ha tetszett a kis videó, akkor dobjatok egy látok. Kérdésétek itt a videó komment szekcióban várom, vagy Facebookon, Discord szerverünk videó leírásában bárki felület csatlakozhat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!